Hölgyeim és uraim, leendő kutyatulajdonosok! Üdvözlöm Önöket a kennelcast.tv YouTube csatornáján. Ez a csatorna azért jött létre, mert Önök már eldöntötték, hogy milyen fajta kutyus lesz a család új négylábú kedvence. Azért hoztuk létre ezt a csatornát, hogy adásról adásra bemutassunk Önöknek Magyarországon található tenyésztőket. A csatorna fellép az illegális szaporítás ellen. Ezért kizárólag csak engedéllyel rendelkező keneleket mutatunk be. Reméljük segítünk. Jó szórakozást! Sziasztok, Mátyus Ildikó vagyok, a Men's West Friend Kennel alapítója és bronzkoszorús mesteltenyésztő várományos. Rövidszörű törpetacskó, egy nagyon-nagyon régen, annyira régen, hogy azt már el sem merem mondani, hogy mennyire régen volt. Még egész kicsi gyermekkoromban találkoztam tacskókkal, én azokkal nőttem föl. Édesapámnak voltak, hát akkor még ugye nekem nem volt saját kutyám, édesapámnak voltak tacskójai. Én akkor szerettem meg őket, úgy Isten igazán. Mellette voltak magyar vizsláink is, de a tacskó volt nekem a kutya. Utána volt nekem némi kihagyás, másfajtával kezdtem el tenyészteni, de az embernek a szíve visszahúzza az eredeti fajtájához, és 2013-ban került hozzám az első saját tacskóm. A Cyberdex Nirvana, aki már sajnos nincsen velünk, tavaly sajnos őt el kellett engedni 11 éves korában. Őt már kifejezetten tenyésztési és kiállítási céllal vettük. Ő februárban került hozzánk, és már tavasszal a pápai kiállításon debütált, és mind a kettőnk nagy meglepetésére ott junior bis eredményig sikerült eljutnunk, tehát így egy nagyon jó kezdet volt nekünk. Az első almunk az 2014-ben született, mert ugye mi Emilyt nem kölyökként vettük, ő már egy növendék kutyus volt, és akkor 2014-ben egy nagyon speciális alom volt, mert Emily egy kisebb testű standard volt, és őre egy klubengedéllyel raktunk rá egy törpekant. Minden kutya tenyésztése, minden kutya tartása némi lemondással jár. Lesznek olyan dolgok, amiről le kell mondani az embernek, ilyen például mondjuk a szép angol pázsit. Ez mondjuk a tacskóknál főleg igaz, ők nagyon szeretnek ásogatni, és én úgy vagyok vele, hogy inkább ne legyen szép kertem, de legyenek boldog kutyáim, nem fogom kennelben tartani a kutyáimat. Ők bent élnek velünk a lakásban, családtagok, az udvart, a kertet is ugyanúgy használják, ahogy mi. Hát, hogyha ásogatnak, akkor ásogatnak. És szerintem más egy nem kutyás, meg egy kutyás életében, az nem is azt mondom, hogy áldozatvállalás, hanem a felelősség, tehát kicsit olyan tényleg, mint amikor az embernek gyereke van, tehát hogy ők mindig mindent megkapjanak. Felelősen tenyészteni, felelősen kutyát tartani, az tényleg olyan, mintha az embernek gyereke lenne. Mi eddig szerencsések vagyunk, mert egyetlen egy szukánk volt, akinél császározni kellett, Vilónál, a második alomból megtartott szukánk. Őnál a sajnos az első alomban egy kölyök, a másodikban kettő született, és valószínűleg emiatt kevés volt a hormon, nem tudtak megszületni a kiskutyák. Szerencsére nagyon-nagyon jó orvosunk van, tehát nekünk a kennelnek van egy saját állatorvosa, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Én is és a kutyáim is nagyon szeretik. Nekem ugye van egy polgári állásom, azaz most jelenleg kettő, de az alkalmazotti állásomban mindig úgy kérek szabadságot, mindig viccelődünk is, hogy szülési szabadságra megyek, csak nem én szülök, hanem a kutya, tehát nem lehet őket ilyenkor egyedül hagyni. Tehát az ember nem fogja kockáztatni azt, hogy bármi probléma legyen, és főleg az anyakutyával, hiszen ő nem csak egy tenyészkutya, hanem családtag is, tehát nagyon-nagyon vigyázunk rájuk. Amikor megszületnek már a kiskutyák, az már egy könnyebbség, hiszen akkor már nekem sok dolgom nincsen az alommal, a tacskók nagyon jól nevelnek. Nagyon jó anyák, gondoskodnak a kölykökről, tisztogatják őket, nem kell nekem visszarakosgatni,
rendben tartja az almot, rendben tartja a kölyköket, tehát igazából ott már nekem szülés után már egy könnyebbség és megkönnyebbülés, akkor már tudom élvezni az almot, mert akkor már tényleg csak azzal tudok foglalkozni, hogy az ember akár fél órán keresztül ül egy pózban és csak gyönyörködik bennük, mert annyira aranyosak. A szocializáció az a mi kennelünkben nagyon fontos, pontosan azért, mert a kölykeinknek a többsége az családba kerül. Kerülnek kiállításra is, akár másik tenyésztőhöz, kerülnek munkára, tehát akár vadászatra is tacskók tőlünk, de a kölykeinknek én mondhatom, hogy szerintem 90% az hobbi kutyusként végzi. Emiatt nagyon fontos, talán még fontosabb az, hogy szocializálva legyenek egészen kiskortól. Na most az egészen kiskor az szinte nullanapos kort jelent. Az első almunknak a szukája, aki nálunk maradt, ő a mindenek anyja, és én ott próbáltam nagyon tudatosan felépíteni, tehát ettől a szukától, az Edlintől indítottunk el két ágat, a Vilót, illetve Peppert, és így próbálunk szó szerint egy fát fölépíteni, tehát két irányt elindítani, és aminek örülök az, hogy a tavalyi év volt az, amikor az első olyan almunk született, ahol az anya és az apa kutya is már saját tenyésztésű. Hát legelőször kutyakiállításon még a 90-es évek elején jártam, még nagyon régen akkor csak nézőként, tehát engem már akkor is vonzott, mert ebben nőttem föl, és 2002-ben voltam először saját kutyával kiállításon. Saját tenyésztésűvel, azzal pedig ugye az első almunkkal, az pedig 2014-ben, tehát mert már bébi osztálytól mentünk velük. Igen fontosnak tartom, mert az, hogy az ember hogyan ítéli meg a saját kutyáit, abban mindig lesz egy pici elfogultság. Én igyekszem nem kennelvakságban szenvedni, ami sajnos sok tenyésztőt érint. Én próbálok nagyon kritikus lenni a saját kutyáimmal, ami azt mondom, hogy azért fontos, mert ha tenyésztek, a tenyésztésnek pont az lenne a lényege, hogy jobbítsunk. Tehát attól, ha darab számot gyártok, tehát lehozok még egy almot, meg még egy almot, meg még egy almot, az szaporítás. A tenyésztés, az én meglátásom szerint az a fajta nemesítés. Tehát, hogy legalább olyan jó kutyákat hozzak létre, mint a kiindulás, vagy akár javítsak. Ez eddig, hál' Istennek, nagyjából sikerült is, tehát ami esetleges hibája volt a kutyáknak, azt próbáljuk javítani, olyan kant próbálunk rá találni az adott szukára, aki ebben a gyenge pontban kicsit erősebb lesz, de ehhez meg tényleg az kell, hogy az ember tudja, hogy mi a kutyának a gyenge pontja. Hát most sajnos nem látjuk nagyon fényesen a tacskó jövőjét, mert sajnos rengeteg lett a szaporító. Sajnos azt látjuk, hogy Magyarországon még mindig szerintem nagyobb felelősséggel és nagyobb körültekintéssel vásárolnak az emberek akár egy mobiltelefont, vagy egy televíziót, vagy egy autót, mint egy kutyát. Tehát a mai napig látom, nem vagyok benn sok Facebook csoportban, mert rossz tapasztalataim vannak, de tapasztalom azt, hogy van olyan, aki arra büszke, hogy ő kiment a piacra, és ott meglátott egy kis kutyát, egy kis tacskót, és milyen cuki, és megvette. Ez sajnos az a baj, hogy a szaporítók ezt ki is szolgálják, ezt a réteget. Én azt mondom, hogy olyan nagyon nagy probléma nincsen, mert azért a tacskóknak a nagy többsége, még az is, akik hosszú-hosszú éveken keresztül sóra tenyésztőktől származnak, ott is azért viszonylag jól megvannak még az ösztön alapok, és ebből lehet építkezni. Tehát láttam én már több olyan kutyát munkaversenyen, hobbista gazdihoz került, és őket elkezdte ez érdekelni, és elhozták. Olyan kutya, akinek szerintem visszamenőleg dédszülőre nincs egy munkavizsgás kutya sem az ősei között, és mégis remekül, főleg például a vércsapa munkavizsgákon egész jól teljesítenek. Ez törpéknél is, standardeknél is, rövidszőrűben így van. A szálkásszőrűben ott azt mondom, hogy ott talán még jobban, erősebben megjelenik a munkavonal, ott többen foglalkoznak vele, de most hál' Istennek azt látom, hogy kezd a tenyésztők körében is csúnya szóval élve divat lenni az, hogy most már járnak munkaversenyekre. Hát ez vegyes, tehát szoktunk adni nekik húst is, főzve is, nyersen is, leginkább nyersen, hogyha húst kapnak, illetve minőségi tápot. Most jelen pillanatban monzsot esznek, azt nagyon szeretik, magas hústartalommal bír, mert nagyon fontos ez is, ugye, főleg a tacskónak, meg főleg, hogy ne hízzon el, viszont izmot tudjon építeni.
és azt másként nem lehet, csak megfelelő táplálással. Emellett számos táplálékkiegészítőt is kapnak, ami nagyon fontos szerintem az az ízületvédelem, ezt már egészen kis kortól elkezdjük, néhány hónaposan kapnak már nálunk ízületvédőt, mellette kapnak a kis pocakjukra probiotikumokat, tehát próbáljuk azt elérni, hogy tényleg a táplálásuk is megfelelő legyen. Van számos ilyen eredményünk, hát most természetesen az egyik legnagyobb élményünk az az volt, amikor először állhattunk a Best in Show dobogójára. A második helyezést értünk el a második alomból született Brevaria nevű kutyánkkal. Ez kint Horvátországban, Eszéken történt, egy nemzetközi kiállításon. Hát azt ott több hétig az ember tényleg a föld felett járt. Nagyon nagy élmény volt. Utána szintén ezzel a kutyusunkkal Best in Show harmadik helyezést is tudtunk elérni. És amivel ezt az egészet meg tudtuk fejelni, az, hogy az ő lánya, aki az F-falomban született, ő első fiatalosztályos szereplésén, Best in Show harmadik és Junior Bish 2 lett. Hát igen, a szűrések azok nagyon fontosak egy tenyésztő szempontjából, mert ez is megkülönbözteti szerintem a szaporítótól, mert a kutyánknak az egészsége, pontosan megint visszatérve arra, hogy hobbi kutyáknak mennek a kutyáink, ezért nagyon fontos az, hogy egészségesek is legyenek, ne csak szépek. Szűrővizsgálatokra szoktuk vinni a kutyákat, ugye elsődlegesen a szemszűrést szokták a tacskónál, a progresszív retinaatrófiára szoktunk szűretni, viszont most változtattunk, és most egy olyan labort fogunk használni, akik mindenre szűrnek, tehát egy teljes labort fognak szűrni. Igazából ez egy érdekes kérdés, hogy az ember kinek ajánlja a tacskót, mert egyrészt nem egy egyszerű fajta, pont azért, mert munkakutyák. Nem egyszerű velük, de a megfelelő szocializációval, a megfelelő háttérrel és egy jó kutyaiskolával, hogyha még hobbista is az ember és soha nem volt tacskója, meg lehet azért tanulni, kezelni magát a fajtát. Ha én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha elég alázatos vagyok a fajtával szemben, akkor nagyon-nagyon sokat visszaad a tacskó. Tehát a tacskó az egy nagyon élhető fajta. Nem nagy testű, tehát akár panellakásban is teljesen jól tartható. Nagyon idomul a gazdájához, nagyon szereti, nagyon ragaszkodik a gazdájához. Az én kutyáim is olyanok, hogy ha én leülök mondjuk tévét nézni, vagy dolgomban is éppen valamit csinálok, körbeülnek, csendben vannak, nem piszkálódnak, nem zavarnak, elalszanak, eljátszanak. De ha én azt mondom, hogy éppen el akarok menni kirándulni, ha én valahova menni akarok, akkor ebben is partnerek. Mi nagyon megszűrjük azt, hogy kinek adunk kis kutyát. Szerencsések vagyunk, mert nincsen nálunk sokszor alom. Tehát nincsen az, hogy van egy eladósorban lévő almunk, és már jönne a következő, és akkor attól félnénk, hogy idézősen rajtunk marad a kis kutya. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy nem kell úgy csúnya szóval élve megszabadulnom a kölykeimtől. Tehát emiatt le tudom korlátozni azt, hogy kinek adunk el kiskutyát. Általában ez úgy szokott működni, hogy ha valaki engem megkeres, akkor beszélgetünk, és én felajánlom neki, hogy jöjjön el kennel látogatásra. Akkor is, ha nem tőlünk vesz utána kutyát. Ivaros kutya mellé ellenkező ivarú kutyát nem biztos, hogy kiadunk. Tehát ott nagyon közeli ismerettségnek kell lenni, hogy én kiadjak egy ivaros szuka mellé mondjuk egy ivaros kankutyát. Ilyenkor általában az szokott lenni, hogy akkor megbeszéljük, hogy legalább az egyik kutyus legyen ivartalanítva, és akkor ezzel kerüljük el az esetleges nem kívánt szaporulatot. Jelen pillanatban 13 kutyusunk van, ebből egy magyar vizsla, többiek tacsik, és egy kölykünk van, aki még nem talált gazdit. Ő egy növendékkutyus, ő visszamondás miatt nálunk volt, egy darabig gondolkoztunk is, hogy nálunk marad, ő neki keresünk most jelenleg gazdit. A többi kutyusunk viszont a sajátjaink. Ebből van tenyészkutya, van hobbi kutya, illetve vannak ugye a nyugdíjasok, akik nálunk nyugdíjba kerülnek, vagy valamiért nem vesszük őket tenyésztésbe, ők mind ivartalanítva lesznek, vagy már ivartalanítva vannak. Most jelen pillanatban 2 aktív korú szukánk van. Igen, tehát ezt tisztába kell tenni a leendő gazdiknak. 3 féle úgymond tenyésztő létezik, van a szaporító, ugye aki tudjuk nagyon jól, hogy hogyan dolgozik, származási lap nélkül, szűrések nélkül, ez jelenti talán a legeslegnagyobb kockázatot,
Ugye a másik az, azt mi papíros szaporítónak hívjuk, akik ugyan kenelnével rendelkezik, de amiről beszéltünk is már, hogy a tenyésztésnek az lenne a lényege, hogy jobbítsunk a fajtán. Ő náluk nem ez a lényeg, náluk tényleg az, hogy vásárolnak 3-4 darab szukát, vagy akár többet, meg egy kant hozzá, és unásig ugyanazt a párosítást ismétlik. Papíros szaporítót az fogja érdekelni, szülessen meg az alom, el tudja adni a kölyköket, ennyi. És akkor vannak a tenyésztők, akik tényleg időt, energiát és pénzt nem kímélve próbálnak tenni a szeretett fajtájukért. Általában nekik van egy vagy két polgári állásuk, amiből teszik bele a pénzt a tenyésztésbe. Ez nem panaszkodás, mert az ember ezért csinálja, tehát szereti csinálni. Más hobbinál sem gondolkozik az ember azon, hogy megéri-e azt csinálni, mert nem azért csinálom. Hát nagyon sok városi legenda van a tacskóval kapcsolatban. Az egyik az, vagy inkább úgy mondom, hogy lehet, hogy inkább abból adódik, hogy nagyon sok ember olyan tacskóval találkozik, aki csak tacskó jellegű. Mind az idegrendszerében, mind a habitusában, mind az anatómiájában messze áll a tacskótól. Tehát az egyik ilyen tévhit, például, hogy a tacskó az kövér. Rendszeresen találkozunk olyan, hogy mondjuk elmegyünk sétálni, és akkor jönnek velünk szembe, és látom, hogy nézegetik a kutyákat, de olyan összevont szemöldökkel, és akkor odaérnek, és megkérdezik, hogy ez ilyen tacskó fajta, és akkor mondjuk, hogy igen, törpe tacskó, és meglepődnek, hogy de hát nem kövérek. És akkor el szoktunk mondani, hogy hát igen, mert a tacskó az nem a bojler testű, hanem őnek így kell kinéznie, hiszen ők sportos vadászkutyák. A másik az meg egy kicsit az agresszivitással kapcsolatos. Nekem pont a Border Collie tenyésztő barátnőm volt úgy vele, hogy mielőtt mi jóban lettünk, ő kifejezetten nem szerette a tacskókat. Hát a kutyaiskola az egy alap dolog, tehát egy hobbista gazdinak főleg. Én azt szoktam a saját kölykeim gazdáinak javasolni, hogy ahogy megkapta az összes oltását, ahogy megvolt már a veszettség elleni oltás és mehet iskolába, azonnal irassák be. Hát ugye ez a kutya óvi, ami most hál' Istennek, én nagyon örülök ennek, én nagyon régóta foglalkozom, engem érdekelt mindig is a kutya kiképzés is, és én végeztem is, mint kutyatréner, és én mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy a megkezdett, tehát amit a tenyésztő megkezd szocializációt, ez tök jó, hogy kap egy alapszocializált kis kutyát, de ezt muszáj folytatni, mert ezt, ha megszakítják, akkor abból egy szocializálatlan felnőtt kutya lesz, viszont így, hogyha ő ugye ezt tovább folytatja egy kutya ovival, akkor nem lesz majd az, ami sajnos sok esetben a kis testű kutyákat érinti, hogy agresszívan fognak viselkedni a többi kutyával. Ezen kívül túrázni is például nagyon jól el lehet velük menni. Nekem van ismerősöm, aki hard dog részre jár, és ott is teljesen jól szuperálnak a tacskók. Most persze mondjuk egy biciklis edzésben, vagy egy szánhúzásban nem biztos, hogy a tacskó a legtökéletesebb partner, de akár agilitizni is, flyballozni is szoktak tacskóval. Ami ugye megint csak amiről beszéltünk már a táplálással kapcsolatban, hogy az izületvédelemre oda kell figyelni. Illetve amit még mi szoktunk javasolni, az a sportolás mellett főleg, de akár egy sima hobbi kutyánál is, az a fiziózás. Ami megint csak szerencsére én azt veszem észre, hogy egyre elterjedtebb lesz, tehát most már a gazdik is hallanak róla, mi kifejezetten szoktuk ajánlani, és szintén a klubunk szerencsére rendezett nekünk, tehát lett szervezve az ország több területén, több városban tacskó torna képzés. És ugye, hogyha egy tacskónak ki van egy kicsit erősítve a gerinc melletti izomzata, akkor ugye a nagy mumust, ugye a tacskó bénulást. Nem azt mondom, hogy teljes mértékig el lehet kerülni, de minimalizálni lehet annak az esélyét, hogy a kutyának komolyabb problémája legyen egy bénulással.